Azt kell, hogy mondjam, hogy Szabadkának vannak testvérvárosi kapcsolatai, amelyek az elmúlt időszakban volt, amikor azt mondjuk hatékonyan, hogy tudtak voltatani visszakogalmat, amikor nem annyira szeretnék beleveíteni a múlt időszakot, amikor felújítsuk ezeket az együttműködéseket. Szabadkának az egyik legdélyebb testvérvárosi és barátok településnek nem osztályból volt városa, és ebből a szempontból pontosan tartozik azt, hogy a testvérváros polgárnak egy elkezdődik Szabadkára, és kell, hogy újra fogunk konkrétan a személyiség kapcsolatot. Azt gondoljuk, hogy komoly lehetőség van arra vonatkozóan, hogy két város testvér kapcsolatával, baráti kapcsolatával olyan kapcsolatrendszereket jöjjön ki, amelyek erősíteni fogják a két közösséget. És itt nem csak a kultúra és oktatás területre gondolok, hanem a gazdaság területére, a turizmus területére, illetve azokon a